Január 25-én tartotta 2017-es első rendesülését a fővárosi közgyűlés. A közgyűlés napirenden kívüli egyhangú szavazással döntött arról, hogy január 20-án Verona mellett buszbalesetben elhunytak temetési költségeit a főváros temetkezési cége, a Budapesti Temetkezési Intézet ZRT átvállalja. A képviselők néma felállással adóztak a buszbalesetben elhunytak emléke előtt. A fővárosi közgyűlés 21 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében és 4 tartózkodás mellett elfogadta a 2024-es budapesti olimpiai pályázat alapját képező helyszínkiválasztási javaslat végleges változatát. Két korábbi versenynek új helyszínt jelöltek ki a javaslatban. A napi rendi pont tárgyalásakor politikai vita alakult ki arról, hogy Budapest rendezzen-e olimpiát. A budapesti közgyűlés, amíg a smogriadó riasztási fokozata érvényben van, a forgalmi engedély felmutatása mellett ingyenessé tette a budapesti tömegközlekedés használatát a 0-tól 4-ig terjedő környezetvédelmi besorolású autósoknak, akik a jelenlegi smogriadó idején nem használhatják járművüket. Tarrus Ismán javaslatát a közgyűlés egyhangulag fogadta el. A főpolgármester továbbá javasolta, hogy a következő közgyűlésre egy szakmai munkacsoport vizsgálja felül és tegyen javaslatot a smogriadó rendelet korszerűsítésére. A fővárost és a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető bevételek elosztásáról rendelkező úgynevezett forrásmegosztási rendeletet 12 igen, 3 nem szavazat ellenében és 3 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A január 1-től a hatályos törvényi szabályozás következtében a megosztott bevételekből a fővárosi önkormányzat részesedése a korábbi 52,5% helyett 54%-ra nő, míg a kerületek részesedése 47,5%-ról 46%-ra csökken. Ennek alapján a kerületi önkormányzatokat összesen 110 milliárd forint, míg a fővárosi önkormányzatot 129,4 milliárd forint illeti meg. A fővárosi közgyűlés tudomásul vette az Alstom metrókocsik 2006-os közbeszerzését vizsgáló ideglenes bizottság jelentését, amelyet a testület szerdai döntése értelmében a főpolgármester elküldt a legfőbb ügyészségnek. A vizsgálat megtörtént, 2016. december 6-án a bizottság 3 tagja egybehangzóan ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a vizsgálati jelentést. Az M2 és az M4-es szerelvények kapcsán 264 millió euróhoz közelít az az összeg, amelyre a szerződéseket kötötték. Ez az akkori árfolyamon átszámolva körülbelül 69 milliárd forintos szerződés állomány volt. A bizottságunk megállapította, hogy az egész eljárás és a szerződéskötés álláspontunk szerint szabálytalan és jogszerűtlen elemeket tartalmaz, többek között azért, mert egyrészt a megkötött szerződés, másrészt a közbeszerzés kiírása nem állt egymással összhangban, valamint olyan eljárási események történtek, amelyek azt gondoljuk, hogy szabálytalanok voltak a pontrendszernek, illetve az értékelési rendszernek a megváltoztatása, és több esetben a szubjektív értékelési elemek megváltoztatása. Így fordulhatott elő, hogy nem a legelőnyösebb ajánlat nyerte el ezt a tendert. A szerződés megkötésekor és az egész folyamat lefolytatásakor Demszky Gábor főpolgármester úr és az ő helyettesei, és azt gondolom, hogy a BKV-ban a döntéshozók azok, akik a felelősségi körbe bevonhatók. A felelősség kérdésében a döntések minden esetben a BKV igazgató tanácsában zajlottak az ügy kapcsán, de a bizottsági meghallgatások során elhangzott, hogy nagyon komoly nyomást gyakoroltak rájuk a városházáról. Az egész közbeszerzést úgy ítéltük meg, hogy abban kódolva volt, hogy senki más nem lehet a győztes, kizárólag az Alstom, és azt gondolom, hogy a bizottság megállapításai és az alapjelentés kapcsán nyilvánosságra került megállapítások, azok nagyon komoly és szoros párhuzamot mutattak. A közgyűlés felkérte Tarrus István főpolgármestert és az Alstom bizottság elnökét Borbély Lénárdot, hogy kíséreljék meg az Európai Csalás Elleni Hivatal 4-es metróépítésre vonatkozó jelentésének beszerzését. Innen is azt kérem, hogy lehetőség szerint a következő órában hozzák nyilvánosságra ezt a jelentést. Én szeretném a legjobban, ha nyilvánosságra hoznák,
Én ismerem és tudom, mit beszélek. Alig várom, hogy nyilvánosságra hozzák. Az előbbiekre vonatkozó két javaslatot egyhangulag fogadta el a fővárosi közgyűlés. A közgyűlés jóvá hagyta, hogy a fővárosi önkormányzat közigazgatási területén újabb térfigyelő kamerákat helyezzenek el. A kamerákat közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból szerelik fel, de rendszámazonosításra, illetve teherautók behajtásjogosultság ellenőrzésére is alkalmasak. A közgyűlés egyhangulag fogadta el a névtelen fővárosi közterületek elnevezésére, valamint közterületek elnevezésének megváltoztatására tett javaslatot. A 10. kerületben az újonnan kialakított Fricsai utca, Fricsai Rihárd és fia Fricsai Ferenc karmestereknek állít emléket. A 14. kerületben a Népstadion közt nevezik át a 2010-ben szolgálat teljesítés közben életét vesztett rendőrfőhadnagy Radovics Dusán nevére. Zárt ülésen döntöttek a képviselők a Csengeri Antal díjak odaítéléséről. Az elismerést március 15-e a Magyar Sajtónapja alkalmából vehetik majd át a kitüntetettek. Az idei Csengeri díjasok Baranyai Gábor, a Magyar Idők fővárosi tudósítója, Fábián Barna, az M1 Ma reggel című műsorának műsorvezetője, Fazekas Ágnes, a Népszava főmunkatársa, Balláné Ludvig Dóra, a Budai Polgár vezetőszerkesztője, valamint Karajos József, az Óbuda újság és a mai Belváros kiadója és főszerkesztője. A fővárosi közgyűlés közel 40 napirendi pontot tárgyalt meg.